Jó estét kívánok! Örülünk, hogy ennyien eljöttek, annak ellenére, hogy élőben közvetíti a színház a Facebook oldalán az eseményt. Köszönjük, hogy eljöttek, reméljük, hogy nagyon jól fogjuk itt együtt ünnepelni Leventének ezt a kettős évfordulóját. Mielőtt elkezdenék a beszélgetést, színpadra hívnám a városunk előjáróit, a könyv kiadásának támogatóit, a támogató intézmények vezetőit, polgármester urat, Antal Árpád polgármester urat és a megyei tanács elnökét, Tamás Sándor urat. Kezét csokolom a hölgyeknek, jó estét kívánok az uraknak. Nagy tisztelettel köszöntjük és állunk itt mindannyiunk által szeretett művész úr laudációján. Itt, ahogy néztem itt a hátam mögött a panót, ezeket a számokat, 60 év, 50 év, gondoljanak bele, micsoda távolsága az időnek, másfél, szinte két ember öltő, és hát azon gondolkodtam, hogy hát olyan körülbelül 50 éve ismerjük egymást a művész úrral, bár az is lehet, hogy ő sem emlékszik az első találkozásra, és én sem, ugyanis történt az, hogy hát olyan 3-4 éves korom óta a szüleim kézivásárhelyen minden egyes színházi előadásra elvittek. Én főfoglalkozásban aludtam, illetve akkor, amikor mindenki tapsolt, akkor gyorsan elkezdtem én is tapsolni. Úgyhogy valószínűleg nem emlékszem ő se ezekre a találkozásokra. Viszont az kétségtelen, hogy gondolom mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nagyon sokan szeretjük Nemes Levente művész urat. Az igazság az, hogy egy hosszabb beszéddel készültem, én is, és amikor jöttünk mi a polgármester úrral, elkezdtünk azon beszélgetni, hogy hát tulajdonképpen nem minket ünnepelnek, ugye, hanem Nemes Leventét, ezért fogjuk rövidebbre a dolgot, és akkor elkezdtünk vitatkozni, hogy kettőnk közül ki beszéljen, ezért úgy döntöttünk, hogy... Ezért úgy döntöttünk, hogy kettőnk közül az okosabb beszél, tehát megkérem, hogy akkor ő beszéljen. Ez egy nagyon rossz poén, és elnök úr nagyon sokszor elmondta már. Most az a helyzet, hogy nagyon szerencsések vagyunk, mert nagyon sok rendezvény van mindig városunkban, ezért is nagyon ritkán fordul elő az, hogy elnök úr is, és én is ugyanazon a rendezvényen legyünk jelen. Tehát ez azt jelenti, hogy itt ma valami nagyon fontos dolog történik szerintem, és éppen ezért én szeretném a színpadra szólítani azt a szemét, akiért ma este összegyűltünk. A Pro Urbe díjas Nemes Leventét kérem, jöjjön közénk. Köszönöm. És szeretnénk mindannyiunk nevében, valamint a megyei önkormányzat és a városi önkormányzat nevében egy díszoklevelet is átadni Nemes Leventének. A következő szöveget írtuk rá. Díszoklevél Nemes Levente színművész, egykori színházigazgató részére, aki fél évszázada a Sepsiszentgyörgyi Színház tagjaként formálja, tanítja közönségét. Elismeréssel, hálával adózunk, hogy alkotói, igazgatói munkássága soha nem ismert megalkuvást. Nem vagy ifjú, se vén, de mintha csak ebéd után aludnál. Álmodod mind a kettőt. Véget a köszöntések sora. Ide hívom a előtérbe a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy vezetőjét, mely intézmény ugyancsak támogatta a könyv létrejöttét, Szeveni Zsuzsát. Azért remélem, hogy nem mint a támogató vagyok itt most jelen, hiszen nekem az eredeti szakmám színháztörténész,
És én nem 5 éves koromban aludtam végig előadásokat, hanem fiatalabb koromban színháztörténeti referensként találkoztam egy fantasztikus helyzettel, pontosan az akkor, amikor a Figura Színház Sepsiszentgyörgyre került, és abban az örömteli eseményben volt részem, hogy ezeket közelről figyelhettem, mi több kisebb jegyzetek és kötetek formájában tudtam is erről írni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy valamilyen szinten a kötet körüli bábáskodásba belekapcsolódtam, nem is tudom, hogy hogy, és engedjék meg, hogy Aragón szavait kölcsönözzem, amely benne is van a kötetben, és azt hiszem, hogy semmi nem tudná jobban jellemezni ezt a mai estét, mint ezek a szavak. Nagy eseménynek tartom ezt a könyvet, azért, amit mond, és azért, aki mondja. Megjelenésének időpontjáért is, és úgy is, mint a jövő zálogát és kiinduló pontját. Azért, amit megdönt, és azért, amit lehetővé tesz. Tagadás ez, és nyitány. És azt hiszem, hogy az egész könyv szerkezetére ez a fajta megfogalmazásmód jellemző. Már a legelső megszületés előtti pillanatában volt lehetőségem, hogy végigolvassam a fejezeteket, és mindenhol olyan fehér foltokat világított meg az erdélyi és a magyar színház történetből, ami mindenki számára nagyon fontos. Pedig azt el kell mondjam, hogy ezek mind olyan fejezetek, amiket valahonnan, valamilyen kontextusból ismerünk, és mégis tudtak újat mondani, tudtak egy csomó olyasmit elárulni, ami meg kell mondjam, hogy 20 éves pálya után is nagy-nagy meglepetéssel szolgált. És különösen fontos az itt Sepsiszentgyörgyön, ahol számos fehér foltja van a színház történetnek, bár az az igazság, hogy többen is vannak a teremben, akik tettek ez ellen a fehér foltok megszüntetése ellen. Úgyhogy én mindenképpen nagyon köszönöm, hogy ez a kötet megszülethetett, és biztos, hogy az első utam a Színház Történeti Intézetbe fog vezetni, hogy ezt mindenképpen mind a diákoknak, mind a szakolvasóknak a kezébe adjam. És hát milyen érdekes az élet. Számomra talán azok a fejezetek voltak a legizgalmasabbak, amelyek a kora színház történetbe jutottak vissza, és ahogy a barabási féle elméletet mi hol is köthetünk ki, már is kiköthetünk Bánfi Miklósnál, hiszen végetes végig a könyvön Tompa Miklós mesterének a hangját hallhattuk, és Tompa Miklós pedig segédrendezője volt Bánfi Miklósnak, úgyhogy számomra különösen kedves volt ez a kötet. Szánt szándékom, hogy következő pillanatban egy ceruzával fogom, és még további kérdéseket fogok feltenni, olyan kérdéseket, amelyeket ezek az izgalmas fejezetek vetettek fel. És még mielőtt átadnám a szót Sándornak, szeretném megköszönni mindazoknak, akik munkálkodtak ezen a köteten, hiszen el kell mondjam, nagyon sok könyv születésénél bábáskodtam, de ilyen nagyon könnyen, és ilyen nagyon gyorsan, és ilyen készséges csapattal nagyon ritkán találkozik az ember, és jó volt látni ezt a harmóniát, és jó volt azt látni, hogy mennyi színház szerető ember képes összefogni, és gyakorlatilag 8 hét alatt készült el ez a kötet, úgyhogy már nyilván a kézirat kész volt. Úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon jó olvasást kívánok, és azt, hogy ezt a kötetet megismerjék, és további kérdéseket tehessenek fel. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen a kedves szavakat mindenkinek. Miközben itt ültem, és várakoztam, és rettenetesen izgultam, ugyanis nem az én asztalom ez az élő beszélgetés. Ugye egy pillanatra rádöbbentem arra, hogy milyen nagy eseményen is vagyunk itt, és egy picit elérzékenyültem, úgyhogy ugyanis az életemnek ez a beszélgetés, vagy pontosabban ennek a beszélgetésnek a többszörösen kibővített változata végig kísérte az életemet az elmúlt 12 évben, és
Azt hiszem, hogy olyan sokat tanultam ebből a színházról, Leventétől, hogy nyugodtan mondhatom azt, hogy a Levente az én egyik legfontosabb tanítómesterem, már ami a színházi ismereteimet illeti. És hogy nagyon örülök, hogy ez az esemény létrejöhetett. Néhány szót mondanék a könyvnek a történetéről, a megszületésének a történetéről. 2010 körül olvasván a Polisz kiadónál megjelent korábbi színész portré sorozatokat, felvetődött bennem az ötlet, hogy milyen jó lenne Leventével is egy ilyen kötetet készíteni, ilyen beszélgető könyvet, vagy életút interjú kötetet, és akkor felvetettem neki, ő pedig nagyon készségesen rendelkezésemre állt, és akkor elkezdődött egy hosszú folyamat, beszélgetés sorozat, ami azt hiszem ez olyan 2010 februárjában volt, és egészen nyárig folyamatosan beszélgettünk a turnék, színház turnéira is mindig igyekeztem elmenni, ott mindig a buszban is, meg az autókban is mindig Levente mellé ültem, hogy minél többet tudjak vele beszélgetni. Egész hosszú interjúk készültek, utána nagyon hosszú volt ezeket lejegyezni, azt hiszem, hogy az a nyaram, a 2010-es, az nagyjából ezzel telt el, és végül mégsem sikerült azt elkészíteni, akkor 4 fejezet lett egészen kész belőle, a többi része az csak úgy félig meddig lett kész, a mostani 14-ből, most 14 fejezetből áll ez a könyv, és utána kénytelenek voltunk félretenni, sok munkánk miatt, Leventének is még akkor rengeteg munkája volt a színházban, mint most is különben, és utána telt múlt az idő, időnként elővettem, mindig kicsit sajnáltam, hogy én ülök ezen a nagyszerű anyagon, hogy lelkiismeret furdalást éreztem Levente iránt is, meg úgy a szakma iránt is, hogy nem tud ez megszületni végre. Próbáltam egy időben monográfiával alakítani, vagy gondoltam erre, pályáztam rá, nem sikerült. És már úgy szép lassan, mintha le is mondtam volna róla, amikor Gyöngyi, Pál Ferenci Gyöngyi szeptemberben megkeresett, hogy miután elvállalta a színház ideiglenes igazgatását, hogy lenne ez az évforduló, és hogy vállalnám-e, hogy beszélgessek Leventével. Tudta rólam, hogy elég sokat tudok Leventéről, sokat beszélgettünk, ismerem az életét nagyjából. És akkor örömmel vállaltam, utána pedig felvetette, hogy milyen jó lenne, hogyha erre az alkalomra ez a könyv is megszületne. Fú, hát kicsit meredek ötletnek tűnt, de aztán aludtam rá párat, és úgy éreztem, hogy bele kell vágni, most van itt az alkalom. Leventének is milyen jó lenne, hogyha még örülni tudna ennek a nagyszerű ajándéknak, vagy nem tudom, amit így a színház részéről is adni tudunk közösen, és nagyon sok ember támogatásával, meg mindent Gyöngyi intézett azt is, hogy időnként felhívott, hogy most már úgy néz ki, hogy kiadnák, hogy van aki kiadja, hogy van, aki támogat, van, aki a grafikai szerkesztését is elvállalja, meg szép lassan csak én maradtam egyedül, aki rá kellett bólincson erre a dologra, és akkor egyszer csak belevágtunk, és támogattak a kollégáim a Háromszéktől, annyi szabadságot adtak nekem, hogy nem is tudom, hogy szerintem nincs is ennyi szabadsága egy embernek. Úgyhogy végül itt vagyunk, és nagyon örülök. Gondolkoztam sokat, hogy lehetne ezt a nagy témát egy beszélgetés során végigkövetni, és nem tudtam dönteni, hogy mit hagyjunk ki, mi maradjon, mi az, ami nagyon fontos az életedben. És aztán egyszer csak, hogy lapozgattam a könyvet, ráakadtam egy válaszodra a könyvnek a legvégéről, amit szeretnék felolvasni, és akkor ebből kiindulva beszélgessünk. Azt mondtam neki, hogy mesélj egy olyan kellemes vagy kellemetlen történetet az életedből, amiről úgy gondolod, hogy igazán jellemez téged. Mire Levente ezt válaszoltam. Az az igazság, hogy nem vagyok nosztalgikus, anekdotázó típus. Ő nagyon elemző, borzas anarchista vagyok, ahogy Miklós bácsi mondta. Tompa Miklós bácsiról van szó. Ha ilyen kérdést teszel fel nekem, inkább a nagy megaláztatások jutnak eszembe, mint a vidám történetek. Az, hogy bár jóra törekedtem, majdnem kirúgtak az egyetemről,
Az, hogy a pályám elején 10 évig nem kaptam igazán jelentős szerepet, az, hogy amikor végre beindult a pályám, kénytelen voltam Szentgyörgyre jönni, ahol éveken át csúfolkodtak velem a kollégák, az, hogy az első rendezésem akkora kudarcba fulladt, hogy még az igazgató sem kérdezte meg utána, hogy mi történt a megbízással. Azt hiszem, ezek sokkal jobban meghatároznak engem, mint a vidám anekdotikus történetek. Van az a latin mondás, hogy vulneram formam, a sebek formáltak ilyenni, a sikertelenségek és megaláztatások azért nem keserítettek el, mert tudtam, hogy hosszú távon javamra válnak. Egy Lászlófi Aladár idézet is gyakran eszembe jutott, amikor elkeseredtem valamiért. Alakulok, és az fáj nekem. Tehát nem szégyellem, ezekkel együtt vagyok Nemes Levente. De nehogy azt hitt, hogy szomorú ember vagyok. Mielőtt még átadnám neked a szót, annyit elárulok a nézőknek, hogy Levente december első napjaiban koronavírusban szenvedett, és a kórházban volt, úgyhogy az elmúlt szerencsére, de a nagyon sok tünete jelent meg folyamatosan az elmúlt napokban is még ágyban fogadott, úgyhogy nem is tudtuk hosszú ideig eldönteni, hogy akkor tartsuk meg ezt a beszélgetést, vagy nem. És végül is tegnap előtt csütörtökön mondta ki a végső választ, hogy vágjunk bele, várják az emberek, most ez nehéz lenne lemondani, úgyhogy ezért külön hálásak vagyunk neked, hogy ilyen félig meddig betegen is rendelkezésünkre álltál, bevállaltad ezt, hogy most tartsuk meg. Vegyük az elsőt akkor ebből a sorból. A gyerekkorodról nem beszélek, azt szerintem ugorjuk át. Nem is tartozik ehhez a két évszámhoz, vagy jóval azelőtt történt. Ajánljuk a könyvet is, akit érdekel, igazán érdekes, az is izgalmas, az majd elolvashatja. Úgyhogy az első, az kérdésem az lenne, hogy kiből idézem. Bár jóra törekedtem, majdnem kirúgtak az egyetemről. Ez ugyan 62 előtt történt, még az egyetemi időszakban, de úgy gondolom, hogy nagyon jellemez téged ez a történet. Nagyon jellemző rád ez, hogy egyedül, szembe az árral, mindenkivel harcolsz az igazságodért. Hogy is volt ez a történet? Kicsit zavarban vagyok, mert ilyen pergően én nem fogok tudni beszélni, mint ő. Én gondolkodom, aztán mondok valamit, aztán megint gondolkodom, megint mondok valamit. Igen, valóban ez érdekes, és valóban jellemző rám. Nem olyan könnyű, illetve egyszerre könnyű és nehéz is megközelíteni ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért voltam én olyan ember, az igazság bajnoka, aki mindig arra törekedett, hogy az igazság győzedelmeskedjen, vagy nem tudom micsoda, hogy ez miből származik, ez milyen családi vonatkozásai vannak, mert hogy vannak. Tehát olyan könnyedén és egyszerűen válaszolni erre nehezebb, de maradjunk annál, hogy valóban olyan voltam, hogy szerettem, ha magam körül tisztán történnek a dolgok, vagy általam vélt módon tisztán. Egy naív gyermek is voltam egyúttal, aki az életet tanulta. Szembesült vele, ugye, és az életet tanulta. Belevágva in medias res, az történt, hogy mégis kénytelen vagyok két szót szólni az előzményekről. Otthonról baloldali nevelést kaptam. Mégpedig olyan értelemben is, hogy édesapám 45-ben, tehát körülbelül annyi korú volt, mint amikor én ide kerültem Szentgyörgyre, olyan 33-35 éves lehetett,
45-ben lépett be a kommunista pártba, és ez a későbbi életét meg is határozta, mint valamelyest kiderül a könyvből, az enyémet is. Tehát baloldali nevelést kaptam, és ráadásul azt a hitet, hogy mi vagyunk azok, és az a nemzedék, amelyik majd az új világot felépíti. Az új, az igazságos, a tisztességes, a becsületes világot. És ebben édesapám mélységesen hitt, sok mindent megtett érte, autodidakta módra. Nem értelmiségi ember volt, és nem sajnálta a fáradtságot, igyekezett bepótolni a hiányosságait. És én ezt örököltem tőle, és nekem ez imponált, és én ezt szerettem, és én ezt követendő példának tartottam. És hát ilyen formán próbáltam élni az életemet kiskoromtól kezdve. Azért akadtam el hirtelen, mert tudok millió egy sorsot, sokat. Ha körbenéztem, találkoztam olyan családokkal, gyermekekkel, nem utolsó sorban, akiknek az az egész változás, a 45-től a változás, igazi vesztesei voltak ennek a változásnak, amelyeket én önmagamnak is nehéz volt feldolgoznom. Gondolok itt az önök általatok mind ismert eseményekre, különböző hátrányos, akár a elemi iskolától kezdve már hátrányos helyzetbe kerültek származásuk miatt bizonyos emberek, aztán a későbbiekben akár éppenséggel le se érettségizhettek, arról nem is beszélve, hogy a főiskolára vagy egyetemre be se kerülhettek és el se végezhették. Tehát ezekkel a dolgokkal én mind találkoztam és tisztában voltam. Na már most, hogy mi építjük az új világot, az annyira jól sikerült, hogy ez a gondolat annyira kibontakozott, hogy Majakovszkinak még ráadásul egy ilyen verse is volt, hogy mi építjük az új világot. És azt én megtanultam, és lévén, hogy akkor már az elemi iskoláimtól Marosvásárhelyen éltem, Ákosfalván keresztül az összes környező falvakban és kisebb városokban, vasárnap délelőttönként teherkocsival, nagy utak voltak ezek, 12 kilométer, de teherkocsival. Elmentünk, kultúrműsort tartottunk, és például ezt a verset én több, sok-sok alkalommal el is mondtam. Nos... Picit beleszólhatok? Igen. Tudom. Néhányszor, sőt, így akartam már ide ülni, hogy elhatároztam, kérem, hogy én nagyon rövid leszek, csak kizárólag és távirati stílusban válaszolok a Sándor kérdéseire. Schluss! Elkezdem, vagy nem tudom, hogy csináljuk. Konkrétan még nem beszéltél arról a történetről, nem az egyetemről. Gyorsan. Majd meg fogják látni, hogy hogyan lehet megérteni egy történetet, anélkül, hogy ezt elmondtam. Akkor nos, gyorsan elmondom, és, jó, a, és akkor jó. Te kommentáljad, jó? Köszönöm szépen. Volt egy általad nagyon károsztatott szemlélet az akadémián, miszerint a színészek esetében csak a szíva fontos, és az elméleti képzésre nem nagyon van szükség.
ennek voltak kirívó példái ennek a szemléletnek, akik valóban nagyon lentről jöttek, de mégis nagyon tehetségesek voltak, vagy nagyon, nagyon jól játsztak. Annak ellenére, hogy nem voltak műveltek. És talán emiatt volt ez, hogy az egyetemen mindig kiosztották, úgy osztották a tételeket a vizsgáknál, hogy mindenki azt húzhatta, azt az egyet, amit megtanult. És ez ellen léptél te fel, ez ellen az általad igazságtalannak tartott gyakorlat ellen, és odáig ment ez a, előbb a diákok körében, te mint leendő kis titkár, arra készültek, hogy téged meg fognak választani, és akkor talán emiatt fogadták el, hogy ezt, te meg akartad szüntetni ezt a gyakorlatot. És akkor előbb a diáktársaidnak mondtad, hogy ez éget kell ennek vetni, utána rád szóltak a tanárok, hogy te mit szervezkedsz, és akkor a tanároknak is ezt mondtad, hogy ez, te csak az igazságot akarod. És odáig ment ez a történet, hogy végül behívtak a Securitatéra, és ott is elővettek, hogy nem tudták, hogy hogy oldják meg ezt a helyzetet. Mert hogy csak az lehetett volna, hogy vagy akkor a tanárokat hibáztatják, és ők kerülnek bajba, vagy pedig nem tudom, téged kirúgnak az egyetemről, hogy nincs igazad. És akkor még a Securitatén is azt mondtad, hogy ugyanazt képviseled, amit ők, és ugyanazt akarod ezzel, hogy igazság legyen, hogy jó világ legyen, és végül nem tudom, örülhettél annak, hogy valahogy elsimult az ügy, mert végül azt mondta neked a szekus tiszt, aki behívott, hogy vedd tudomásul, mert mellékesen jegyezte meg, hogy te nem fognak téged megválasztani kis titkárnak. És erre még erre is azt mondtad, hogy hát már bocsásson meg, elvtárs, de hogy ezt nem ön dönti el, hanem a diákság. Na, elmeséltem gyorsan. Reagálj valamit erre. Megadom magam. Ennél jobban én elmondani nem tudtam volna. Csak ugyan. Hát ez történt. A kollégáim megpróbáltak ezen a bizonyos gyűlésen. Azt mondtam, hogy Filka elvtárs, így hívták az őrnagyot, aki kihallgatott. Filka elvtárs azt majd a közgyűlés dönti el, nem pedig itt dől el, hogy én engem megválasztanak egy kis titkának. De ebben azért mondom, hogy mert ebben annyi butaság is van. Van egy jó adag butaság benne. Amit tulajdonképpen nem szégyelek, de azért úgy elgondolom, hogy olyan csodában lehettem én ilyen buta. Mert, és édesapám is érdekes módon viszonyult az egész dologhoz, amikor, mert az egyik kollégámmal éjszakánként ott aludt nálunk, és írtuk a nagy jelentést, meg is írtuk a jelentést, leírtuk a dolgokat, minden, amely jelentést majd én, mint eljövendő kis titkár fel fogok olvasni, és nem tudom micsoda. És még ő is azt mondta, hogy rendben van, hát én nem bánom, hogyha ezt csináljátok, csináljad, de itt két dolog lehetséges, úgy, ahogy te is említetted, vagy az egész tanári kart leváltják, és szélne keresztik, vagy pedig téged kirúgnak az egyetemről. Ez a két változat, lehetséges változat van. Egy harmadik történt, utolsó éves voltam már, tehát a harmadévet már elvégeztem, még csak a negyedév volt hátra, és hát nem a legjobban éreztem magam a bőrömben, egy olyan tanári karral szemben, akikkel, mit tudom én egyáltalán, vagy közülük egyesekkel, mert ez nem az egészre volt jellemző, ott ők között, maguk között voltak olyanok, akik ezt az egész dolgot megszervezték, és jó indulattal és jó szándékkal, nem pedig valami osztályellenségek voltak ezek az illetők. Nos, nem választottak meg kis titkárnak. Nem választottak meg kis titkárnak.
Volt, hogy jöttek aztán a kollégák a szünetben, illetve az évfolyamtársak, és mondták, hogy hát segítünk, és felszólalunk, és megmondjuk nekik, és nem tudom micsoda. Viski Árpád volt az egyik kollega. Viski Árpád és Ferenci Csongor. És mondtam, hogy Viski Árpádnak, hogy neked annyivad van a rovásodon már, hogy te inkább jobb, ha hallgatsz. Ferenci Csonginak, hogy neked az édesapád építész vállalkozó, nem jó pont, jobb, hogyha te hallgatsz. És így tulajdonképpen sorra leszereltem őket, és hát nyilván nem választottak meg tisztitkárnak. Na de ez a fajta butaság, ez végigkísért egész életemben. Ugorjunk. A következő abból az idézetből. A pályám elején 10 évig nem kaptam igazán jelentős szerepet. A Marosvásárhelyi Színháznál voltál 62-72 között. Milyen volt ez az időszak? Ez egy nagyon hosszú időszak a könyvben, vagy elég hosszú, sok mindenről szó esik. Én úgy gondolom, hogy két fontosabb dologról kellene itt beszélni. Az egyik a Tompa Miklóssal való kapcsolatod, a másik pedig a pódium műsorok, amiben nagyon szép és fontos dolgot végeztetek néhány társaddal együtt. Előbb szerintem a Tompa Miklóssal való kapcsolatodról mondjál néhány gondolatot. Nem volna jobb, hogyha ezt is te mondanád. Hát, mert én attól tartok, hogy ebbe is belebújni, megpróbálom. Ez volt a rendje a színházat. A Székely Színháznak volt egy ilyen rendje. Nem lehetett fiatal színészként főszerepet játszani, vagy főszerepeket, vagy akár nagyobb szerepeket kapni. Ki kellett várni az embernek a sorát. Meg kellett szerezni azokat az ismereteket, a mesterségbeli tudást, a tehetség mellett természetesen. És csak azután juthattál hozzá egy 20 mondatos szerephez. Voltak kivételes esetek, akár azért, mert a szereplő maga, akit az író megírt, az annyira fiatal volt, hogy azt fiatalnak kellett játszani, bár a szovjet színjátszásban tudunk olyan Rómeó és Júliát, amelyben Júlia 60 évesen volt Júlia, és még mindig zseniális volt. Tehát ki kellett várni az embernek a sorát, és én ezt meg is értettem, és türelmesen vártam is, azonban tele voltam energiával, fel használatlan energiával, és kerestem az útját annak, hogy milyen módon lehetne valahogy a közönséggel olyan kapcsolatot teremteni, hogy a bennem feszülő mondani valót valahogy megosszam velük. És ez vezetett a versmondáshoz. És ehhez társakat is találtam, sőt, hogy úgy mondjam, céget. Ez volt az Igaz Szó folyóirat. Hajdú Győző volt a főszerkesztője, aki segítséget nyújtott nekünk ebben. Hát mit csinálják? Tudni kellene, hogy Tompa Miklós akkor még vezette a színházat. Még a színház igazgatója volt, és Hajdú Győző nagy ellenségek voltak. Ez is számított abban, hogy Hajdú Győző segítséget nyújtott ti és Kingának és nekem, hogy csináljunk egy előadó estet, és '66-ban megszületett az első előadó estünk Legkedvesebb verseink címmel, ami váratlanul nagyon nagyot dobbant, hogy úgy mondjam. Tehát ahogy a későbbiekben mondani szoktam,
a Csapból is I és Kinga is Nemes Levente folyt. Tehát minden újság parancsos. Nem csak te mondtad ezt. Igen. Mástól is hallottam. Nem csak én. Igen, mindig azt hiszem, hogy csak én mondok valamit. Tehát nagyon nagy sikere volt. És dicsértek agyba fülbe, érdemtelenül egyébként, mert nem arról van szó, hogy nem mondtunk mi jól verset, vagy nem adtunk bele mindent, vagy kiméltük magunkat, és nem voltunk a saját színvonalunkon, csak az a saját színvonal az nem volt olyan nagyon-nagyon magas. Tehát elismerni való volt, amit csináltunk, és ez népszerűvé is tette a fiatal színészt, meg gyógyír is volt, és kompenzálta is. Nem kapok ugyan szerepet a színháznál, azonban ugye máshol sikereim vannak. Rá egy évre költő ének egy címmel hazai versekből csináltunk, 67-ben egy újabb előadóestet I és Kingával, és amely csak növelte a népszerűségünket. Egy dolgot azért hozzá kell fűznöm, hogy nehogy valaki mindent rosszul értsen, ami a színházban a fiataloknak a játszási lehetőségét illeti, hogy ez nem azt jelentette, hogy nem játszottunk mi a színházban, hanem nem első szereposztásban kaptuk a szerepeket. Tehát amikor megjelent az első szereposztás a próbatáblán, akkor nem szerepeltünk rajta, a későbbiekben viszont a turnékra, a kiszállásokra, stb. Átvett szerepekként, kisebb-nagyobb szerepeket játszottunk. Csak a székhelyen nem nagyon játszottunk, amely a városban nem tette nagyon ismerté a fiatal színészeket. Én is ugrok. Jó. És egészen elugrom egész a Dózsáig, ami közben egy Tudor Árgézi estet is megcsináltam. Azt azért, mert azt akarták mindenképpen abban a pillanatban, már is hasa van a dolognak. Már is kitérőim vannak. Azért kellett csinálnom, mert azt akarták erőltetni, hogy ezeken az előadó esteken vége most már a ilyen jellegű dolognak, tessék magad mellé venni, annál is inkább, mert 62-ben megalakult a román tagozat Marosvásárhelyen. Tessék egy román színészt magad mellé venni, vagy többet, és közösen így csinálni előadásteket. És gondoltam, hogy ha Tudor Árgézit csinálok, hát ha sikerült, sikerült. 68-ban így megtörtént Testamentum címmel az Árgézi est is, és aztán 69-ben, amely a Széke János Dózsája, amely Dózsa 64-től részleteiben megjelent az Igaz Szóban, és hát elsősorban én voltam a kovász, és de a fiatal színészek nevében írtunk el levelet, hogy becsüljük és szeretjük költőjét, mármint a Dózsa költőjét, és aláírta hasonló korú fiatal színészekkel együtt aláírtuk, és én pedig Udvarhelytől, mit tudom én, Gyergyon keresztül Székelyföldön át, meg aztán máshol is az író-olvasó találkozókon, amelyek mindig február táján voltak, minden évben február táján az újságok elindultak kampányszerűen, az újságok elindultak író-olvasó találkozókat tartani, ahol az írók találkoztak az olvasókkal. És miatt a színészeket, engem már ismert versmondókat, engem is rendszeresen vittek magukkal, és én pedig ezeken az író-olvasó találkozókon kikísérleteztem a
a verseket. Több helyen elmondtam, sokszor elmondtam, több helyen kísérleteztem a versekkel, szembesültem a közönséggel, és ez annyira hasznos volt, hogy 69-ben karácsony, angyaljárás napján, vagy pedig első napján már erre most hirtelen szálltam. 25-én. 25-én, tehát első. Első napján volt a bemutatója a Dózsának, és az, hogy is mondjam, egy igazi siker volt, de azért, mert 62-től rég készültek rá, 58-tól ugye már készültek rá, 56-tól, 6 után, a magyar forradalom bukása után Romániában már készültek arra a leszámolásra és arra a változtatásra, hogy autonóm tartomány meg egyebek nem lesznek majd, és itten változások lesznek az egész országban, ami a nemzetiségeket is illeti. És ez a folyamat tartott az 50-es évek végétől a 60-as éveken át végig, és ezt én nagyon nehezen viseltem. Marosvásárhely teljesen 90%-ban, ha nem több, tisztán magyar város volt, és ez a folyamatos betelepítés és helyek közel erőszakos beolvasztás, vagy pedig felhígítása a városnak, ezeket én borzasztóan nehezen viseltem. Felségeleket vertek le az épületekről éjszaka, vagy akár benn termekből, a Pápiú középiskola dísztermében például, amit a város lakossága ugye megtudott, és nem könnyen viselte, nehezen élte meg. Szép lassan, hát mindaddig a butorgyár és az összes többi gyárakban a gyűlések magyarul folytak, az egyetemen, ahol én is dolgoztam, ott ugyanez volt a helyzet. Tehát ezek a változásokat nehezen viseltem, és a Dózsa, én úgy éreztem, legalábbis erről szól. Erről szól, és a kitartás. Megsütik a végén, megeszik a húsát, azonban mégis jajszó nélkül kibírja ezt, és a maga nemében erkölcsileg mindenképpen föl emelkedik Dózsa az egész dolgon. Mert ott arról van szó, ugye, hogy Nándor Fehérvárnál megveri a törököt, és a török ellen induló magyar seregek élére nevezi ki, amit aztán visszavonnak, mert a jobbátság oly mértékben elkezd felsorakozni ebbe a hadseregbe, hogy úgy mondjam, hogy a földek megműveletlenek maradnak, és ez olyan társadalmi konfliktusokat okoz, hogy emiatt fel is szólítják, hogy szépen mondjon le csak a trónról, illetve a trónról, bocsánat, a vezérségről, amelyet Dózsa másképp értékel, úgyhogy hogy az arisztokrata és az uralkodó osztály, a feudális társadalomról van szó, az uralkodó osztály ugye a saját érdekeit képviselve akár az ország függetlenségét is hajlandó kockára tenni, csak hogy az ő uralma megmaradhasson, és emiatt Dózsa mégiscsak ott marad a parasztsereg élén, és szembeszáll az urakkal. Ez a rövid történet, és
És miután hosszú éveken keresztül én foglalkoztam ezzel a történettel, egy napon hazamentem, megebédeltem, bementem a szobámba, és sírva, zokogva, első sortól az utolsóig felolvastam a Dózsát, és olyan nagyszerű voltam már, mint a premiéren. És ez azért volt, mert ez annyira személyes volt ez az egész történet, azzal együtt, ami engem Vásárhelyen körülvett, hogy ebből több mint 250 előadás lett a vége, és Ausztriától délvidéken, felvidéken, Magyarországon, több helyen, Bákóban, Bukarestben természetesen, mind, és egész Erdélyben, Temesváron, nem utolsó sorban, bemutattam ezt a Dózsát, és ez megalapozta a hírneve, a hírnevemet. És készült belőle egy tévéjáték, a bukaresti tévé magyar adása jó voltából, ami viszont valahol elkallódott, úgyhogy nem tudtad megszerezni a 90 után. Ezért nem tudunk belőle részletet bejátszani. Készültünk néhány rövid előadás részlettel a Levente szerepeiből, vagy egyéni előadásairól. Ez lenne akkor az első. Igazából a Dózsáról szerettünk volna bejátszani, de mivel nem volt, ehhez a témához egy későbbi előadásból választottunk egy rövid részletet, a Toldiból, ami már itt készült Szentgyörgyön, 80-ban vagy 82-ben mutatták, 80-ban itt és 82-ben Magyarországon készült belőle egy volt ott is egy film bemutatója, az is karácsony körül az ottani tévében. Nézzünk meg akkor ezt a részletet. Csak annyit mondok, fűzök hozzá, hogy azt meg azért csináltam, a Toldival azért kezdtem el foglalkozni, és azért csináltam, hogy legyen egy előadás, vagy egy, amelyben győz a magyar. Mert szerintem. Ég a nap melegtől a kopár szík sarja. Pikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors közt. Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben. Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan. Nagy színás szekerek áldogálnak ottan. Ösztövér kútágas, hóri horgas gémmel. Mélyen néz a kútvas, benne vizet kémel. Óriás szúnyognak képzelni valaki, mely az öreg földnek vérit most szíja ki. Várunál az ökrök szomjasan telelnek, dögölyök hadával háborúra kelnek. De felült Lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy. Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szem ellát puszta földön égen. Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem behelyzik állán. Széles országútra messze-messze bámul, mintha más mezőkre vágyna-e határul. Azt hinné az ember élő tilalomfa, ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Lásd a többi horkol bogja hűvösében, nyelvel a kuvasz is földre hengeredve,
A világért sincs most egerészni kedve. Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, és az utat nyalja sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna? Ugorjunk egyet, szerintem. Félek, hogy nem fogunk a végére érni. Nehéz ügy. Utaztam Budapestre a vonaton, hálókocsiban, és tudtam, hogy én ezt a Toldit jobban tudom, mint ahogy megcsináltam. Vagyis nem vagyok a saját színvonalamon. És ez olyan sok keserűséget okozott nekem, és sajnálkoztam rajta természetesen, parancsolj. Hogy történhetett az, hogy 72-ben ott hagytad a Marosvásárhelyi Színházat, és ide szerződtél Sepsiszentgyörgyre, ami azért a két színház nem azonos kategóriába tartozott. Tehát a Vásárhelyi Színház az erdélyi színházak közül a magasan a legjobbnak számított. Miért döntöttél így? Te döntöttél így? Azt hozzá kell tenni, hogy leszállóágban volt. Tompa Miklós 65-ös távozása után 5 év alatt mit tudom én, több mint 7 igazgatója volt a színháznak. Egyik igazgató váltotta a másikat. Még a legjobb, aki szintén nem színházi emberként került a színház élére, ő Gálfalvi Zsolt volt, az Igaz Szónak egyébként a szerkesztője, én is jól ismertem. És neki köszönhetem, hogy megbízást kaptam Radnóti Miklós költészetéből szerkeszteni és rendezni egy előadást, amit meg is történt, Sem emlék, sem varázslat címmel, és egy Adi költészetéből Minden az életért címmel, ugyancsak szerkesztés és rendezéssel, és persze versmondóként részvétellel, Biski Árpi is benne volt ezekben, sőt, azért hangsúlyozom, mert meg akarom osztani, hogy Biski Árpád nagyon jó barátom volt. Azt szoktam mondani, hogy egyetlen barátom van, Sitz, és az is alkoholista, mert ez is igaz volt. Beleszólhatok? Bocsáss meg. Tessék. Nem érünk a végére, hogyha ilyen részletekbe megyünk. Hogy nálak, de annyi minden van. Mi a helyzet? Elmondom, hogy miért jöttél ide akkor. Jó. Majd mondd tovább, hogy milyen volt. Megsértődtél, mert a országos színházi fesztiválról nem vitték el a Dózsát. Mert úgy gondolhatták, vagy szerinted úgy gondolták, hogy veszélyezteti az Özönvíz előtt sikerét, amit Harag rendezett. És ezért bementi az igazgatóhoz, és azt mondta, hogy el fogsz menni ettől a színháztól. Ő pedig azt mondta, hogy jó. És még azt is mesélted, hogy különben több oka is volt ennek. Egyik, amit már jeleztél félig, meddig az erőszakos románosítás elől úgymond menekültél is ide, ahol még sokkal több mindent szabadott. Ezen kívül volt egy meghívásod, vagy meghívásnak, ha annak lehet tekinteni, hogy egyszer Dukász Anna, az itten igazgató, azt mondta neked, hogy jöjjön Szentgyörgyre Levente. És még milyen okai voltak. Egy másik oka az volt, hogy kicsit meguntad otthon, az anyukád szoknyája mellett, így mondtad, mert ugyan volt neked egy saját lakásod az Adi negyedben, de azért úgy elkívánkoztál már valahol kicsit távolabb, hogy ne a szüleid gondoskodjanak rólad. Még voltak okok, most már hirtelen nem jut eszembe, hogy még mi. És végül idejöttél. Milyen volt? Milyen volt a Szentgyörgyi Színház? Hogy érezted itt magad? Vagy? Feltettem a lábam a színpadra, nem volt senki benne a színházban. Na Levente, most mutasd meg, hogy mit tudsz.
Kis Attila barátomnak, aki időközben Bukarestben elvégezte a rendezőit, azt mondtam, hogy tulajdonképpen nem főszerepet játszani jöttem én ide, egy 20 mondatos szerep nekem elég lesz. Csak meg szeretném, szembesülni szeretnék azzal, hogy mire vagyok képes egy 20 mondatos szereppel például. Hogy, na jó, nagyon hamar úgymond főszerepet kaptam, rossz is voltam benne, de ez volt az elképzelésem, hogy én a szakmával szembesüljek, és a szakmában tudjam kipróbálni magam. Hozzájárult egy nagyon fontos tényező, a 68-as megyésítéssel itt olyan szellemi pezsgés indult el egész Szentgyörgyön, hogy mi a Tükör nevezett című újságot Vásárhelyen megvásároltuk, és figyelemmel kísértük, hogy itt Szentgyörgyön tulajdonképpen mi történt, Nick, és az akkori Vásárhelyhez képest irigylésre méltó szellemi pezsgést jelentett. Ide építészek, képzőművészek, költőkről nem is, és újságírókról nem is, költőkről nem is beszélve, nagyon sok tehetséges ember jött, a későbbiekben szépen úgy vissza is rendeződött a dolog, de volt vagy 4-5 év, amely nagyon-nagyon izgalmas volt, és amelynek a farkát én még elkaptam, ez is befolyásolt abban, hogy ide jöttem Szentgyörgyre. Szerintem nézzük meg a következő bejátszást. Ez a Hullámzó vőlegény című előadásból való, ami 78-ban készült, Tompa Miklós rendezésében is. Akkor majd beszéljünk erről az időszakról. Ez a Szilveszter Lajos igazgatása idején történt. Le lehet szerintem. Jó estét kívánok! De hát, ha két embert egymásnak szántak egyes sors, azok minden akadályon keresztül találkoznak. Na is ne hozta, kedves vendégeim! Köszönjük szépen! Halljuk, Bodrog időség uram, mondani akar valamit. Nem volt szándékomban. No, akkor Isten hoztak. Egészséget. Egy kicsit szemérmetes ember az én bodrogi barátom. De hát azt nem lehet csodálni, mivel ez idáig lejárkérőben még tetlegesen nem volt. Lévén azonban okos ember, jó családból való is, időteltivel majd megtalálja a kellő szavakot. Ugye, Bodrogi úr? Remélem. Okosan mondja. Okosan, bölcsen. Mert bármit szándékozunk az életben csinálni, ahhoz legelsősorban is reménység szükségelte. Úgy van. Azonban a reménység útját ki kell kövezni józan értelemmel. Nehogy később valami hiba következzék, ugye te rész? De mennyire? Mivel Teréz ezzel az okos felelettel a maga kövit lerakta, én nem bánom, ha egy kicsit átmegy a másik szobába. Eredj! Bodrogi úr! Tessék! Na, mondjon valamit! Tél van! Na, még valamit! Na. S nagy hó! Hát a jövetelünk céljáról! Azt mindenki tudni véli. Okosan mondja. Okosan? Bölcsen? Mert amíg a hozomány dolgában meg nem egyeztünk, egyebet nem is mondhat, ugye, Babi uram? Úgy van. Hát akkor essünk túl ezen is. Mivel azonban úgy gondolom, hogy Bodrogi barátom szemérmetes ember, és érző szívét is bántaná az anyagi rész, egy kicsit hagyjon magunkra. Hely, nem arra ne! Hanem oda. Szív a szívhez. Tessék! Na, mit szólnak? Ugye jó, ügyes fiatal ember? Annak mutatkozik. Én mégis jobbnak látnám, ha Teréz nem menne félre. Ez testi hibája van, és immár nem is fiatal. Az ilyennek jobb a szülői háznál, mint egy idegen férfiú mellé béfogatni magát.
Maga úgy beszél, mintha a szekeret akarna húzni életben. Elég nagy szekér az élet. De azt észre húzzák, van már, ember. Már bocsánat, de talán lebegjen előttünk a természet rendje. Jól mondja, jól. Hát nálam nélkül lebegjen. Na, hát akkor maguk megveszik tőlem a házat, amelyben Bodrogi lakik. Megveszik, és odaadják a fiataloknak hozományára. Mondtuk. Továbbá, kifizetik a Bodrogi adósságait. Vesznek egy teherautót, amely a fiatal pár ipari vállalkozásához szükséges. És pénztőkét adnak nekik, amely a vállalkozáshoz ugyancsak szükséges. Megadjuk. Honni? A semmiből. Maga bolond. Ha lesz házasság, akkor igen. Beszéljünk Áperté Babi ura. Maga csak ugyan nem akarja ezt a házasságot? Mondtam, hogy nem javallom. És maga Babi asszony? Én igen. Te légy! Hát akkor szavazzunk. Baginé asszony egy. Terész, maga szereti-e Bodrogit? Elmegye hozzá a feleségét. Én nagy igennel szavazom, vagyis kettő, elismer vissza. Hozzá megyek. Ez három, Bodrogi úr! Kossa úr, maga légy! Bodrogi úr, üljön le, Bodrogi úr! Ha megkérdezi, mindjárt legyen. Bodrogi úr, maga meg akar-e házasodni? Én köszönöm. Mit köszön? Maga azt mondta, üljön le, és én azt mondtam, köszönöm. Ja, de, kérdeztem valamit. Nem jó kakas, amelyik szól hajnal előtt. A tyúk este is szólhat. Igen, hát akkor egyebet kérdezek magától, Bodrogi. Álmodott-e valaha arról, hogy megbecsült gazdag első ember lesz, szóval, hogy boldog lesz? Igen, álmodoztam erre. Hát akkor most panóra válik az álmodozása, kérem. Mert először megkapja tulajdonul a házat, amelyben lakik. Másodszor. Adósságai kifizetésnél. Harmadszor pénztőkét kap, hogy a mesterségben nagyobb vállalkozásba kezdhessen. Negyedszer lesz egy teherautója. Na, ugye összesen tudja fogni a száját a boldogságtól. Mi? Ide került. Csodálatos dolog ezeket a kollégákat látni, ez fantasztikus időszak, ez körülbelül 70-es évek közepén. Miután ide került, el még Dukász hívott, következő évben Szilveszter Lajos lett az igazgató. Nagyon röviden, vagy nem is tudom, egy mondatban. Milyen volt a Szilveszter Lajos igazgatása idején Szent Györgyi színésznek lenni? Itt arra gondolok elsősorban, hogy a színház, mint a megmaradásért való küzdelem eszköze. Ha lehet, akkor kicsit e felé. De nem muszáj. Szilveszter Lajos nagyon jó barátom volt. Lett. Igazodtam hozzá. A vásárhelyi gondolkodásmódomhoz képest egy, hogy is mondjam, sokkal bátrabb, szókimondóbb magyar embernek a véleményét ismertem meg, aki mi vásárhelyen azért sokkal inkább valahogy rébuszokban beszéltünk, nagyobb társaságban, egymás között másképp. Ezt csak azért is mondtam el, mert hát nagyon-nagyon sokan ismerték Szilveszter Lajost. Egy nagyszerű ember is volt, de a barátságával is büszkélkedhettem. Amiután úgy elrontottam a színházat, ahogy sikerült, utána a barátságunk is egy kicsit elhidegült. Az elrontás alatt azt értem, hogy ő, én azt mondtam, hogy Lajos, mind mostanig a megmaradásért kellett küzdeni. Most elkövetkezett az a pillanat, 90-ről beszélek, amikor a szembenézés korszaka jött el. És hát nem hiába mondott olyat nekem, hogy úgy gondolod, hogy így van, miközben látod, hogy mi folyik a parlamentben a 90-es években és a 91-es években is.
Én pedig eléggé ragaszkodtam ahhoz, hogy valóban valahogy úgy képzeltem, hogy a régi nagy hibám, hogy aki nem tisztességes ember, az magyarnak se jó. Ezt egyébként Tamási mondta. Én olyan dolgokra vetemettem a márciusi ünnepségek alkalmával, hogy az első márciusi ünnepségeken kérdőjellel mondtam el a nemzeti dalt. Én most csak nagyon röviden mondom, hogy hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket, a magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az egész verset erre mintáztam. A vége felé a kis stadionban volt, felállt egy bácsi, felszökött a székből, és azt mondta, hogy esküszünk! Nagyon sok bírálatot kaptam érte, de nem csak ez történt, hanem egy másik márciusi gyűlés, illetve ünnepi ünnepségen Sisznek, Szilágyi Domokosnak a versét mondtam el, amely úgy kezdődik, azt mondja, hogy cigány egy nép, nem hogy tudatlan, nem is akar tanulni. A harmadik, hogy ős patkány terjeszt kort mi köztünk. Így kezdődik a vers, ez egy József Attila vers. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Egy szóval. Azt szerettem volna, hogyha a legjobbat tudjuk nyújtani a színházban is, a legjobbat tudjuk nyújtani ennek a ennek a térségnek, a székely embernek, beszéljünk magyarul, színház, a színházban is. Igen, akár világszínvonalat. Ne elégedjünk meg a vidékiséggel, a banalitással és társaival, hanem magas szintű színházat nyújtsunk ennek a székelységnek. Ugorjunk a 80-as évekre akkor. A 80-as években nagyon nehéz helyzetbe került a színház, mélypontra került igazából. Elmondom néhány gondolatban, és akkor utána átadom a szót. Ez már Dali Sándor igazgatásának az idején volt, 85 után. 80%-ban például önellátásra kényszerítették az intézményt, közben előírták, hogy mit játszhattok, folyamatosan kiszállásokra kellett járni, hogy a bevételt biztosítsátok, állandóan olyan körülmények között játsztatok, ami valójában nem segítette a színvonal, a művész, nem adott lehetőséget művész színházat csinálni. De ez így ment forradalomig, ott pedig váltásban reménykedtetek. Próbálom követni valamennyire végig a pályádat, azért sietek így előre. Egy rövid ideig megválasztottak igazgatónak, igazából a Nemzeti Megmentési Frontban minden intézmény élén volt néhány ember, akiket megválasztottak. A színháznál te voltál, nem tudom, 5 ember közül, akit kiválasztottak, hogy a vezetőnek, és akkor igazgatóként néhány hónapig, másfél-két hónapig vezetted az intézményt. Utána jött a 90-es visszarendeződés, és akkor megszűnt ez a helyzet. Újra Dali vette át a színház igazgatását, te pedig... és folytatódott az a
az irány, ami a 80-as évek végét jellemezte, folyamatosan kabaré előadások, nem tudom, divatbemutatókat tartottak a színházban, olyan irányba haladt az intézmény, ami téged állandóan zavart, idegesített. 91-es, például 91-ben úgy zajlottak, mesélted, úgy zajlottak a programegyeztető gyűlések, hogy milyen előadásokat tegyetek be, hogy nem tudom, játszunk-e Ionescót, és mondták, hogy nem. Játszunk-e Csurka Istvánt? Nem. Játszunk-e Szofoklészt? Nem. Minek, ha úgyse jön a közönség, akkor inkább tegyük be a kabarét. És jó, tegyük be a kabarét, csak akkor ez folyamatosan így ment, még nem egyszer mondtad, hogy ez mind rendben van, csak még annyi van hátra, hogy akkor írjuk ki a színház homokzatára, hogy kabaré színház, és akkor nincs semmi baj, mert úgyis a közönség kezdi összetéveszteni a kabaréval a színházat. És ebben a helyzetben hát állandóan szóvá tetted ezt az áldatlan állapotokat, és ebben a helyzetben 92-ben kineveztek téged igazgatónak. Még egy icipicit visszaugranék a kinevezés elé, folytatván azt az idézett sort, amit elkezdtem az elején, és ez így hangzik. A következő, igen, amikor végre beindult a pályám, kénytelen voltam Szentgyörgyre jönni, ahol éveken át csúfolkodtak velem a kollégák. Ezzel kapcsolatban még egy idézetet felolvasok. A változtatás igényével még jóformán fel sem léptem, a kollégák egy része már megérezte rajtam, hogy valami másra törekszem, valamiképpen kilógok a sorból. Ez pedig enyhén szólva irritálta őket, amire egyesek úgy reagáltak, hogy az újságban megjelent fényképen meg kitörülték, és szépen elhelyezték a WC-kagyló mellett, hogyha bemegyek, lássam. Vagy a folyosókon levő fényképeimen kiszúrták a szememet. Utóbbit én is tanúsíthatom, ez a mai napig így van, az ügyelő fülkében egyszer nézegettem a régi fotókat, és a ki volt szúrva a szemed a fényképen. Erről a jelenségről mit tudsz mondani? Hát, hogy Kolcsár Jocónak mi tetszik, ezen olyan nagy... Igen, hát ez tulajdonképpen pontos. Ez a harc, ez, hogy mondjam, megtörtént. Az előbb említett Szilveszter Lajos egy ilyen igazgató tanácsi megbeszélésre behívott, és az egyik kollega odasugta a másiknak, úgy, hogy én is halljam, mert én nem voltam igazgatósági tanácsi tag, barátja voltam az igazgatónak. Egyébként jogosan odasugta a mellette levő kollégának, hogy ez mit keres itt. Féltékenység, irigység, minden színházban van. Igen, ez vele járó dolog, az a kérdés, hogy tudjuk ezeket a dolgokat kezelni, és már mindenki a magáét, úgy értem, ezeket. Egy nagyon szép gondolat van, ami ide vág, és azt is felolvasom, hogy könnyítsa most a dolgodat. Mert nekem már kezdenek nem lenni gondolataim. Mindig nehezemre esik, mondod a könyvben. Mindig nehezemre esik megfogalmazni, hogy milyen színházat akartam én, vagy mire is törekedtem, hogy milyen a jó színház. Azért olyan nehéz erről beszélni, mert tulajdonképpen az a színház, amit Sepsiszentgyörgyön csináltak, ennek a közönségnek nagyon is megfelelt. Szerették, elég sok bérlet volt, tehát mit akarhattam én? Nem is tudom, honnan vettem magamnak a bátorságot, hogy elkezdjek akarni valamit. És egyáltalán mi a fenét akartam? Elrontani azt, ami van, ami működik? Mások is ilyeneket gondolhattak rólam. Kis Attila tapasztalatból mondta, hogy ennek a színháznak a szemléletét megváltoztatni lehetetlen. Nincs hozzá befogadó készség. És akkor ilyen körülmények között megválasztottak, vagy kineveztek igazgatónak 1992-ben, és azt mondtad, hogy bevállalod, és megpróbálkozol a lehetetlennel. Mesélj egy kicsit a kinevezésről. Milyen hely? Az is egy érdekes történet. Hát, igen.
Jánó Mihály volt akkor a kultúra vezetője, és vele volt kapcsolatom, mint több alkalommal neki panaszkodtam, hogy el fogok menni a színháztól, mert ezt az állapotot, vagyis azt, hogy kabaré színház vagyunk, nem tudom tovább elfogadni, annyi, mintha itt se lennék, nincs értelme. És versenyvizsgáztam is Marosvásárhelyre, sikerült is, erre ott közöltem, hogy van egy, mindig homályos ígéreteim voltak, ez is egy homályos ígéret volt, hogy Jánótól, hogy hát kinevezünk igazgatónak, vagy én azt szeretném, ha te igazgató lennél, vagy valami ilyesmi. És emiatt mondtam a bizottságnak, a vizsgáztató bizottságnak, hogy abban az esetben, ha véletlenül mégiscsak kineveznének igazgatónak Szentgyörgyön, akkor a versenyvizsgám tárgytalan. Amit tudomásul vettek, és meg is értettek. Erre hazajöttem, és valóban Jánó Mihály ugyan félve, mert tudta, hogy nagy az ellenzékem a színházon belül, bejelentette, összehívták a gyűlést, bejelentette, hogy megválasztanak engem igazgatónak. Az, hogy kinek jutott eszébe, hogy Farkas Erzsébetet, mint újságírót meghívjuk, és ő az egész gyűlésnek, az egész gyűlést felvette magnóra, arra már nem emlékszem, vagy ő magától jött el és tette ezt meg. A lényeg az, hogy eléggé feszült hangulatú kinevezés volt, és miután Jánó Mihály megtette a maga bejelentését, akkor felállt az egyik kollégám, és azt kérdezte, hogy Levente, igaz, hogy te felvételi vizsgáztál a Marosvásárhelyi Színháznál? Mondtam, igen. És sikerült, és mondtam, hogy igen. És most akkor te igazgató akarsz lenni ebben a színházban? Mondtam, hogy igen. Azt mondta rá, hát, hogy tudod mit? És elküldött az anyámba. És kiviharzott a teremből. Azt hozzá kell fűznöm, nem magam miatt, miatta, hogy évekre rá a halban elmentünk egymás mellett, így megsimogatta a karomat, úgy oda mondta nekem, hogy neked volt igazad. Nagyon fontos volt számomra is, és számára is. Bizonyára. Na de, hogy én is ugorjak, abba a helyzetbe kerültem egy két éves Szőke István rendező kollégám, aki, nem kollégám, egyetemtársam, vagy főiskolás társam, aki elvégezte a Marosvásárhelyi Főiskolán a színész szakot, és aztán majd a későbbiekben lett belőle rendező, és Budapesten és Kaposváron rendező. Azt már nem mondom el, hogy került ide a színházhoz. De az se, hogy mivel akartam nyitni a színházat, és hogy lett abból Piros Bugyellár is. Ezeket megtartjuk most magunknak, de egy dolog biztos, egy ilyen két éves Szőke István intermezzo után, hogy úgy mondjam, kénytelen voltam dönteni, mert nem látszott a lehetősége se annak, hogy az a fajta megújulás, vagy annak csak az árnyéka legalább megtörténjen, amit én meg szeretnék ebben a színházban honosítani. És akkor akkor volt az a gondolom, nem megyek túl elő. Nem, pont ott vagyok, kell. akkor mentem el Balogh András az autójával, elvitt Gyergyószent Miklósra, és megkerestem Bocsárdit, és mondtam neki, hogy én
előadásaikat is láttam, hírüket is tudom. Tudom azt is, hogy a főiskolán végzik a rendezői szakot. És mit gondolna, hogy mi történhet, hogyan történhetne, hogy jöjjön el rendezőnek a színházhoz. És ő nyilván nem adta fel a saját több éves, jó néhány éves munkáját, 4 éves munkáját már, és azt mondta, hogy gondolkozik rajta. Közben megnézte a mi előadásunkat, eljött, megnézte a mi előadásunkat, az egyik elég jól sikerült Slanger András által rendezett előadás volt a Hegedűs a háztetőn, amelyben a közönségünk egyértelműen ráhangolódott a zsidó sorsra, amelyről tulajdonképpen szólt az előadás. Úgyhogy jó előadás volt, és ezt azért hangsúlyozom, mert Bocsárdi jó dolgot látott tőlünk, nem valami akármit. És akkor azt mondta, hogy rendben van, ő jön, csak ő hozza a színészeit is. És ő mondta, hogy az is nagyon is rendben van, mert hogy 20 színészünk volt, hiszen elhagyták a színészeink a színházat, ki ide, ki oda, ki Budapestre, ki külföldre, ki nagyon, nagyon nagy volt a vérvesztesség, és az önbizalom hiány, és így tovább. És azt mondta, hogy jó, rendben van. De nagyon óvatos volt, nem tudhatta, hogy én ki vagyok, kőszínház, színész, vaj valami, vaj melyen valahova, hogy mit akarhat ez a vasas, vagy milyen színházat képzel el. De beszélgettünk, és elég hamar rájöttünk, úgy gondolom mind a ketten, én mindenképpen, hogy nagyon talál a szó. Jóformán azonos módon gondolkodunk a színház célja, rendeltetése, értelme felől, úgyhogy egészen meglepő és ritka találkozás volt ez szerintem kettőnk között. Azonban a történetnek nincs 100%-osan vége, mert írtó óvatos volt. Nagyon óvatos volt, először csak félnormával dolgozott itt a 6 figurás, úgynevezett figurás színész, csak félnormával, és hozta a gazdasági igazgatóját a beszélgetésekre, és ott elmondta nekem, hogy rendben van, megcsinálhatjuk ezt az egész dolgot, csak hogy vannak bizonyos feltételei. Mondtam, hogy hát közöljed, mondjad, hogy mik azok. Amelyekből az derült ki, hogy én tulajdonképpen, hogy tulajdonképpen ő lesz az igazgató, és nem. Mondtam is neki, hogy ez mind nagyon szép, mondom, de itt hol vagyok ebben a történetben? De nagyon hamar rájöttem én arra, hogy nekem nincs más választásom, és különben is. Én nem rendező vagyok, hanem színész. Igazándiból nincsenek nekem nincsenek igazgatói ambícióim. Nekem jó színházban való létem ambíciója van. Az, hogy olyan színházban létezek, mint színész, amely jó színház. És ezek az én ambícióim. Szívesen lemondok én az igazgatásról, ha éppen arról van szó. Na persze ez így nem következett be, hát én voltam az igazgató, sőt, az viszont bekövetkezett, hogy volt olyan pillanat, amikor én olyan dolgokat mondott, csinált, vagy nem tudom már pontosan, hogy mi történt,
hogy én magas C-bet csúsztam fel, és sikítottam, hogy vett tudomásul, hogy az igazgató én vagyok, és nem. Azon kívül a másik dolog, hogy hamarosan kiderült, hogy a célpont a változás után nem én vagyok, hanem ő. Nem azt mondták, hogy Demes Leventizmus van a színházban, hanem azt mondták, hogy Bocsárdizmus van a színházban. Teljesen érthető módra egyébként. Igen, gondoltam magamban, erre fogtam magam, megírtam a teljesen magamtól minden hatóság engedélyezése nélkül, hogy Bocsárdi László a Tamási Áron Színház művészeti vezetője. És körülbelül, ha jól emlékszem, körülbelül körvonalaztam is, hogy mik a illetve körvonalaztam azt, hogy mi a munkaköri beosztása. Amely bizony a színház művészeti vezetését jelentette magyarul és akármilyen nyelven. És kitettem a próbatáblára. És ezt az emberek kénytelenek voltak tudomásul venni. A magas C-nekre azért került sor, mert Bocsárdi komolyan vette a kinevezést, és a munkaköri beosztását tökéletesen és nagy komolysággal és odaadással gyakorolta. Tehát elvégezte a maga dolgát. És ilyen formán kezdett alakulgatni a színház, amelyről annyit mondtok még csak, hogy rövid legyek, hogy éreztem, hogy színház történetet írunk, akkor is, ha bejöttek ugyebár bérleteseink, lecsapták az asztalra a bérletüket, és azt mondták, hogy ebbe a színházba többet be nem teszik a lábukat, vagy Erdély András rendezett egy akkor még létező tévéadást a városban, ahova Bocsárdit és engem elhívtak, és ha betelefonálok, mert olyan volt a műsor jellege, azt kérték számon tőlünk, egy öreg bácsi gondolom én, de általában ez jellemző volt, hogy az a bajuk a mi új próbálkozásainkkal, hogy úgy mondjam, hogy figyelni kell a színházban, ez tűrhetetlen. És ez igaz volt. És ez mai napig is igaz, valóban, aki bejön most a Tamási Áron Színház előadására, ott kezdődik a dolog, hogy figyelni kell. Következzen most egy bejátszás szerintem a korábbi időszak előadásaiból, Bocsárdi egyik előadása. A legelső előadásokból nem kaptunk jó minőségű felvételt, így az Antigóné következik, ez a 2000-es évek elején volt bemutatva. Halld meg tehát, hogy mit mutatnak a jelek. Amint székemben ültem, a madárlesen, éber fülem szokatlan lárma csapta meg, irtóztató rikácsolás és károgás. Hallottam ott, hogy egymás tollát tétdesik gyilkos örömmel, sephet szárnyuk csattogott. Vizsgáltam erre rögtön az oltárunk tüzét, az áldozat körül, de ime láng sehol föl nem csapott, a combok zsírja olvatag szivárgott el habu közé, és pattogón, szikrázva füstölt, majd fröccsembe dobta fel a megfakadt epét. Az elfogy zsír alól az ösztövér comb égtelen berett elő, baljós jelek közt füstbe ment az áldozat. Miattad érte városunkat így, csapás, mert az fertőzött minden oltárs tűzhelyet, hogy hollok konca és ebek prédája lett, nagy Oidipus király boldogtalan fia, vedd eszedbe ezt jól, fia! Hiszen közös mindannyiunkban annyi, hogy tévedhetünk, de el nem
vész csapás alatt a tévedő, ha bánja védkét, s hajthatatlan nem marad, kemény nyakúság mindig gyenge észre val, engedj azért tilalmatból. Holtat ne bánts! Miféle virtus az, mely egy halottra sújt? Jó szívvel adtam jó tanácsot. Nem nehéz jó szót fogadni, legkivált, ha hasznos is. Tudom. Papfajzatod rég vásárra itt. És elárult aljasul. Eszedbe vedd. Agg, te éjszíjász az éjszaga. Gyalázatosan vesznek olykor bölcsek is, ha hasznukért szépítik a gyalázatot. Ha bárki tudja, és ha meggondolja jól... Ugyan mit? Hogy minden jónál többet ér a józan ész. Az esztelenség minden bajnál súlyos. S te éppen azt a súlyos bajt nyögöd! Nem kívánok jóssal perre szállni! Megtetted azt, hazugnak mondtad jóslatom! Ahány jövendő mondó van, az mind pénz lesz. Ahány uralkodó van, mind harácsoló! Tudod te vajon, hogy király előtt beszélsz? Tudom, mert jóslatom szerezte trónodat! Jósolni tudsz, de rossz irányba húz szívet! Rá! Kényszerítesz, hogy kitárjam szívemet. Tudd meg te hát, hogy még egyszer se futja be napisten ott fönn égi útjának körét, mikor a törzsed egyik friss hajtása vész. S halála lesz az áldozat a holtakért. Gondold azért meg, pénzért szólok én, vajon? Mert nem sokára férfiak és asszonyok siránkozása tölti házat termeit, s fegyverre kelnek ellened a városok. Hol ebb marcangol hantolatlan holtakat, s vadfalka és rikácsoló madársereg hurcolja koncát, sinti szét a hullabűzt. Ez a nyilom, mit sértésedre válaszul, feléd röpítek. Tudom, bizton talál. Nem menekszel. Igazgatói munkádnak, pályádnak a könyvben azt a címet adtuk, hogy ostromolni a lehetetlent. Ebben a körben még egy gondolatot elmondanék, nem is tudom, hogy adjam át a szót, vagy inkább ugorjunk, de ezt fontosnak tartom kijelenteni, hogy ugye említetted a kollégákat, hogy ők náluk ellenállásba ütköztél a közönséget. És ugyanez volt a fenntartók részéről is. Meséltél egy olyan történetet, hogy egyszer letérdeltél a polgármester előtt, úgy kérted a pénzt, hogy tudjátok befejezni az évet, de mégse tudták, hogy nem növelték a támogatást. Nem tudom, ezt kommentálod-e, vagy menjünk tovább. Szívesen kommentálnám, mert nagyon érdekes dolog volt az, hogy tulajdonképpen a polgármesteri hivatal, de már Orbán Árpádék is a megyétől, tulajdonképpen azt
akarták, hogy is mondjam, visszacsinálni. Tehát 90 után azt a helyzetet akarták visszacsinálni, amelyet a Ceausescu korszakban kb. 82-től aztán egyre vadabb módon volt kénytelen csinálni a színháznak, az pedig az, hogy saját maga keresse meg a működéséhez szükséges anyagi feltételeket. Nem tudtam meggyőzni őket arról, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz, amit Ceausescu csinált velünk, aki nem tudja, az, hogy mi két tagozatnak, 87-től két tagozatnak kerestük meg a fizetését, és egyéb anyagi támogatást nem kaptunk, talán a fűtésre, meg ilyesmire, talán igen, de nem vagyok biztos benne, de működési költségre, és aztán pláne fejlesztési költségekre erről szó se lehetett, de az egyetlen színház volt a Szentgyörgyi Színház, amely a tömb magyarság miatt meg tudta keresni a két tagozat, mert időközben két tagozat lett itt is, üldöztek engem a tagozatok, állandóan itt utána jöttek. A román tagozatok. A román tagozat is megszerezték 87-ben, igen, amely színház tehát megkereste a legalább a fizetését. A fizetését. És olyan tanácsadói voltak Albert Ármosnak, akik arra afelé terelték, hogy úgy mondjam, a gondolatait, hogy a színház önmaga is meg tudja keresni a szükséget. Sokalták az összeget, amit fizetni kell a színházért, a kultúráért és a színházért. Nem volt kevés, most se kevés, sose volt kevés. A kultúrát mindig, most is, régebb is, örökké támogatni kell majd. Aztán, hogy hogyan és mint, az már egy cselesebb dolog, de a támogatásról lemondani nem lehet. Úgyhogy, és hát ez volt a lehetetlen ostroma, vagy ez is volt a lehetetlen ostroma, hogy megpróbáltam meggyőzni, mert mi, és ebben társ volt Bocsárdi is, nem ellenségként tekintettünk rájuk a legborzalmasabb időkben sem. Nem haragudtunk rájuk, nem szidalmaztuk őket, inkább megértettük és sajnáltuk őket, mint sem, hogy bántani akartuk volna. Még csak rosszat sem mondtunk róluk. És hát egy ilyen esetben, amikor egész egyszerűen nem tudtuk befejezni az évet. Se fizetést nem tudtunk volna adni, se a készülő darabra nem volt elegendő a pénz, és akkor bizony elmentem hozzá, és elég jó viszonyban voltunk, tegeződtünk, meg minden, és letérdeltem előtte, mondtam, hogy nézd, én letérdelek előtted, nem szégyellem, de akkor viszont próbáld meg megérteni, hogy nem tudom befejezni az évet, mert nem, ők nem, a polgármesteri hivatal nem évben, nem évadban gondolkodik, hanem évben. És erre fel belépett a titkárnő is. Biztos az itt a római jelenetet, az erkély jelenetet próbáljuk, vagy. De ez történt, és nem adott pénzt. Nem adott pénzt. És akkor egy huszárvágással visszamentem a színházba, összehívtam a társulatot, és azt mondtam, hogy ahhoz, hogy be tudjuk fejezni az évet, az költségvetéssel, kénytelenek vagyunk mindenkinek 20%-kal levonni a fizetését. Természetesen mindenkiért.
És ezt meg is tettük. És beleértve az ellen táboromat, hogy úgy mondjam, mert akkor jelen voltak még, illetve hát hosszú ideig jelen voltak, mert én utolsó percig a már nyugdíjba került vagy menő színészeknek is egy kis összegű bért, azonban utolsó percig fizettem, havi bért fizettem a színészeknek, a nyugdíjba ment színészeknek. De azok sem háborodtak, mindenki elfogadta ezt a 20%-os csökkentést, amelyről később kiderült, hogy bizony még akár a bokámat is megüthettem volna, mert ez törvénytelen volt. Én ilyet nem tehettem volna, mint igazgató, de megtettük, és az évet tulajdonképpen túléltük. Akkor jöjjön egy újabb bejátszás, ezt úgy vezetném fel, hogy a kommunizmus alatt az volt a gyakorlat, hogy ha színészt neveznek ki igazgatónak, akkor az végigjátsza a drámairodalom főszerepeit. Ezt valaki mondta neked itt a könyvben, és be van írva. Veled nem így történt, több kis szereped is volt. Ezek közül az egyik legjellegzetesebb, amiről egy érdekes történet is van leírva a könyvben, az a Barabás Olga által rendezett Don Juanban játszottad a parancsnok szobrát, amit egy nem tudom, Jasi Fesztiválon nagyon csodálkoztak rajtott az ottani színház vezetősége. Egy hasonló kis szerepet játszunk be most az Írjából, amiben annyi a szöveget, hogy hát, de van jelenléted. Kérjük. Emberek, ti ölni akartok? Nem ölni, zsidó! Az ember fiát keresztre feszített. Ahogy ti, zsidó, már egyszer keresztre feszítettétek. Zsidó, elégszer, papa. Férjétek az Istent, emberek! Az Isten! Faszki! Ó, szűzanyám! Egyszer, papa. Gyertek, most szegesszük ezt a lucipet, elhúz a kereszthez. Most hiszem, próbálunk? Igazából, baszki! Üntetjük be a rancsba! Répáltok, ember? Nem, nem. Megrépáltok, ember? Mit csináltok, ember? Megöröntettek, emberek! Hé! Én nem vagyok Lucifer! Én Rancsik vagyok, de osztokból, Amerikában vannak kuzinjaim! Hé, hé, emberek! Zsidó vagyok, nem Lucifer! Mit csináltok, emberek? Keresztetek, emberek! Hey, segítség! Emberek! Én nem támadok fel, emberek! Én egyszerű ember vagyok, emberek! Segítség! Hey, emberek! Aki engem meggyilkoltok, az áresbe fogtok, emberek! Megrohadni! Áresbe zárok titeket, emberek! Lengyel áresbe! Hát! Szerettem az igazságáért ezt a jelenetet, mert ebben arról van szó, hogy a gyűlölet ömlik ki ebből a nem sikerült életből, ebből a nyomorúságos életből, és ez a zsidón csattan ugyan az, hogy az írmagját is pusztítsátok el, de valójában a maga nyomorúságán és a maga sorsa iránti és gyűlölet és a saját maga iránti gyűlölet nyilvánul meg ebben
amely a paroxizmusig gátat tör ebben a szerencsétlenben. Nem véletlenül választottuk ezt a szerepet, vagy ebből egy képet ide a borítóra, úgyhogy annyira hozzád nőtt ez a szerep, hogy Magyarországon is egyszer meghívtak helyettesíteni a Bakot játszó színészt, aki, nem tudom, megbetegedett. Na, ez csak egy hozzáfűzött dolog. Szerintem most nagyobb léptékbe ugrok azért, hogy tudjuk a bejátszásokat beadni. Nézem, hogy eltelt nagyon az idő. Felolvasok egy részt. Igazgatóként rengeteg fontos dolgot tanítottál a kollégáknak. Várom, erre mindig szoktál ellenkezni, hogy tanultatok együtt közösen. Míg végül együttessé vált a társulat, olyan együttessé, amire nem tudom, büszke voltál te is, meg úgy érzem, hogy igazi színházi társulat lett a Sepsiszentgyörgyiből. Elolvasom én, hogy gyorsabban menjen, jó, ezt, amit a könyvben mondtál. Sikerült megértetni a műszakiakkal is, díszletezőkkel, öltöztetőkkel, szabókkal, stb., hogy ők nem a színészt, hanem a színpadot szolgálják. És ezen keresztül a közönséget. Ha ezt megérted, akkor válsz színházi emberré. Az irodalmi titkárnak, a színházi fényképésznek, a kárpitosnak, vagy a kellék készítőnek is éreznie kell, hogy a munkája nélkülözhetetlen a színház számára, hogy ő is az előadást és a közönséget szolgálja. Mert minden egyes személy nélkülözhetetlenül fontos ahhoz, hogy jól működjön a gépezet. És ha a színész jó egy szerepben, az a partnerét arra készteti, hogy még jobb legyen, és így kölcsönösen sarkalják egymást. A mindenkori igazgatónak pedig az a dolga, hogy megteremtse a művészi munkához szükséges feltételeket. Bocsárdi szokta idézni tőled, hogy minden színházi ember munkája annyit ér, amennyit a mindenkori előadás érdekében tesz. Ezt a gondolatot azt mondod, Giorgio Strehlertől tanultad, mert meg kell mondanod, hogy minden okos gondolatot valaki mástól loptál. Nem mondom tovább. Szerintem adjuk be most egy részletet azzal kapcsolatosan, hogy ha egy színész jó egy szerepben, az a partnerét arra készíteti, hogy még jobb legyen, és így kölcsönösen sarkalják egymást. Következzen egy bejátszás az Ivonból. Ó! Oh! A felséges úr! Igen, én. Bizonyára csodálkozol, hogy itt találsz, csodálkozom, mert most az a divat, hogy mindenki csodálkozik. Én itt érted, lesben állok. Kire? Senkire. Passzióból leskelődöm. Ez a szoba érintkezik a mutyulő lakosztályával, és Margitnak is itt kell átjárnia, akad erre egy-két látnivaló. Én meg szeretném látni saját két szememmel. Mit? Margitot! Felséges asszonyt? Azám, milyen lehető úgy magában, amikor senki sem látja, annyi éve élek vele, és tulajdonképpen semmit sem tudok róla. Valami nyomja a lelki ismeretét, bármi kitelik tőle. Persze minden lehetséges. Lehet, hogy megcsal, vagy valami más nyomja a lelkét, minden. Szeretném látni a bűneit. A felséges úr, a kanapén meghallgass, és senki se vesz észre, hogy a kanapé mögött lehet. Itt lehet. És te, kamarád? Én? Csak úgy. Hát akkor beszélj! Hát én is csak úgy. Téged is feldühített a putyuli! Hogy sokáig tart ez az egész? Én nem tudom, mire vezet ez a feszlenség! Feszlenség? Emlékszel, öreg? Én semmire sem akarok emlékezni! A feszlenség? Egyre fogod mondani? Az arcátlanság! Jó, kamarás! Ha ő átadott, akkor én elugrok is, rávetem magam! Ha! Te vele szabad, vele bármit szabad! És például megfojtom, megölöm! És egy ilyet már elintéztük, felséges Ramfidom! Hát mondta neked, hogy vele bármit szabom? Nem, még csak ez hiányozna az ég szerelmére, a felséges úr ő kegyelmessége, hogy előugrik a kanapé mögül. Nem,
Sohasem volt égetőbb szükség rá, hogy megőrizzük a tapintatot és a savoir-vivre egyéb szabályait, mint jelen körülmények között. Más kérdés, hogy volna egy ötletem, eszembe jutott volna. Miért nevetsz ilyen hülyén? Mert az ötletem is hülye. Hisz ma a felséges úr és a felséges asszony ünnepi díszvacsorát ad a sajnálatra méltó eljegyzés alkalmából. Tehát halat kell feltálalni, jó szálkás halat, tele szálkákkal, például kárászt, tejfölös kárászt kell feltálalni. Tessék kimenni. Eredj a fenébe! Hogy kárászt? Tejfölös kárász egy ünnepi díszvacsorán. Nem tudom, a felséges úr megfigyelte már, hogy minél többen vagyunk, ő annál jobban elveszti a fejét. A tegnap is, ahogy rápillantottam, felülről, kissé felülről szinte megfulladt a krumplitól, a közönséges krumplitól. A tejfölös kárászt tálalunk fel, csak úgy élesen, felülről nem, könnyű alasz. Szálkás, kell ez szálkánkor. Meg is fulladhat tőle az ember egy ünnepi díszvacsorán sok idegen szeme láttára. Kamarás, ez kicsit... Kárászt? Tudom én, hogy ostoba dolog. Ha nem volna ostoba, nem mondanám. Kamarás, de ha valóban, ha ez a lány képes lenne valóban megfulladni? Úgy gondolja, felséges uram, de hisz ez ostobaság, és ha mégis. Egy ilyen különös véletlen folytán megtörténne egy ilyen baleset. Mi közünk hozzá? Egy ilyen ostoba ügyhöz? De most mi előre beszélünk róla? De ez csak egy beszélgetés, mi most csak úgy beszélünk. Élesen, felülről. Igen. És ugyan ki merne gyanakodni? Kárászt? Miért éppen kárászt? Kamarás, kérdem, hogy miért nem pontyot, vagy angolnát? Miért? Kárászt! Érted? Kárászt! Persze, le! Kárászt is! Véles! Felőr! Hát ez az. És a felséges úr is megőrzi teljes méltóságát? Na igen, igen, a magam teljes méltóságában fény, pompa, felőről rákiáltani, ő meg szépen megfullad, biztosan, halálosan megfullad. És senki sem sejti, mert túl ostoba dolog, hogy felülről, hogy így felülről, és nem alulról. Most bújjunk el. Egyik legfontosabb tulajdonságot szerintem az újravaló fogékonyságot. Színházi emberként is, magánemberként is egyaránt. Még Marosvásárhelyen kezdődött, amikor elmeséléseid szerint a színház új nyelvezete iránti kíváncsiságod, amikor bár Tompa Miklós volt a mestered vagy a barátod, mégis a harag előadásai iránt érdeklődtél jobban, vagy azok jobban vonztak, vagy úgy érezted, hogy sokkal több mindent el lehet mondani, ha az ember nem reálisan játszik, vagy ha hogy van az a idézet, hogy nem csak a valódit játsza, hanem az igazat is játsza így ezáltal. Nem beszéltünk közben, eszembe jutott, hogy nem meséltél Tompa Miklósról, most már szerintem hagyjuk ki ezt a részt, és játsszuk be a következő részletet, ami újra egy Bocsárdi előadásból való, amiben nagyon is tetten érhető ez az új színházi stílus vagy nyelvezet, ami a reálistól elrugaszkodik. A Lír királyból következzen egy nagyon szép jelenet a végéről, ahol a király hozza a halott lányát, Kordéliát. Thank you.
kicsit hosszabb volt az a jelenet, csak gondoltuk, hogy a végére így nem kellene ilyen hosszút vetíteni. És akkor még egy bejátszás van hátra. De előttem elmondanék egy ilyen, nem is tudom, egy összefoglaló gondolatot arról, hogy nehéz időszakban, és sok ilyen volt a színház történetében és a te igazgatásod idején, azt mondogattátok, hogy nekimentek a falnak, és a tört résen haladtok tovább. És folyamatosan az volt az érzésem, még meséltél az életedről, meg ezekről a történetek, ezeket elmesélted, hogy vajon hogy sikerült tényleg átjutni a falon, vagy nem tudom, egyszer csak mégis feltűnt, hogy valami megváltozott itt az egész városban, tehát, és ezt te is mondtad, hogy úgy érezted, egyszer csak kezdtek beindulni mindenféle ilyen színházi vagy kulturális kezdeményezések, amik valamilyen szinten mind kapcsolódtak a színházhoz, hogy színészek itt-ott részt vettek különböző projektekben, elindultak, nagyon sok ilyen dolgot lehetne mondani, akár az Osonótól kezdve, vagy Misinek vagy a drámatagozat létrehozásától, a Báb Színház megalapításáig, amiben mind-mind fontos szerepet vállaltál, vagy Misi is téged tart mesterének. És ez a folyamat odáig jutott, hogy valamikor, nem tudom, a 2010 körül egy kulturális, a minisztérium által rendelt kulturális felmérésben a Szentgyörgyön az egyfőre első kultúrafogyasztás valamilyen, nem tudom, rekord méretű volt az országban, valami harmadik helyen hozták ki a városunkat. És hogy valahogy úgy érzem, hogy ezek a dolgok mind-mind kapcsolódnak hozzád valamilyen szinten. Sok mindenről lehetne még beszélgetni, elszaladt az idő, csak néhány gondolatot még a könyvből, vagy néhány fejezetet elsorolnék. Például van egy egész fejezet, ami Viski Árpádról szól, és a vele való kapcsolatodról. Ez megint egy nagyon szép fejezet, vagy nagyon mély és megrázó a vele való viszonyod. Beszélgettünk cenzúráról, rendezéseidről, ez megint erről is külön lehetne, volt néhány rendezésed, amiből az egyik nagyon-nagyon tanulságos volt. Filmszerepeidről, kávéházi életről, nem tudom, családról, hobbiról, nagyon szerettél motorozni, horgászni, most is szeretsz talán, csak kevesebb időd van rá, vagy lehetőséged. És ezek mind-mind elolvashatóak a kötetben, úgyhogy szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe. Következzen akkor egy utolsó bejátszás a Tompa Gábor által rendezett Godó című előadásból, melyben Levente az idő múlását játssza el. El az ostor sem ér más. Mit is mondtam? Induljunk! Lassan elhalványul, egyre jobban elhalványul, egész
egészen addig, amíg egyszerre vége. Nincs többé. Csak hogy a szerítségnek és a nyugalomnak fátyol a mögött, ott vágtad az éjszaka, és rám veti magát. Glagy! Szóval így, épp amikor legkevésbé várjuk, így történik ez bizony, ezen a kurva földön. Milyen megtaláltak? Jónak? Közepesen? Hűrhetőnek? Jelentéktelennek? Pozitívan, rosszak? Ó, kitűnő volt, egészen kitűnő! És ő van? Trebo! Köszönöm, uraim, köszönöm. Nagy szükségem van bátorításra. Ilyesmire gondoltunk. Köszönjük szépen a jelenlétet. Még két gondolatot szeretnék elmondani. Az egyik, hogy szeretném megköszönni Szebeni Szabó Robertnek a nagyon szép munkáját, igazából az ő érdeme is, hogy ilyen szép lett ez a könyv, ennyi fotóval, meg ilyen minőségű a grafikai kivitelezése is. A másik pedig, hogy lehet ezután dedikáltatni, hogyha valaki még szeretne, úgyhogy várjuk Leventével itt ennél az asztalkánál. Köszönjük szépen a figyelmet. A Levente új iránti fogékonysághoz kapcsolódik az, hogy az elmúlt évad 4 előadásában mindegyikben játszik. Tehát én nem tudom, hány 83 éves színész mondhatja ezt el magáról, hogy ilyen formában van, és hát még minél több szép előadást kívánunk neki, és minél többször lássuk még ilyen jó előadásokban, mint itt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az együttműködést. Én is köszönöm.